Érkezek éppen Zabolára, ebbe a kicsiny Kovászna megyei faluba, ahol K. Endre, azaz Kónya Endre édesapjáról még sportcsarnokot is elneveztek. Én Péter vagyok az erdélyi túráktól, tartsatok velem, próbálom kideríteni, hogy honnan indult el ez az egész kegyelmi ügy. Nos, hát itt vagyok a Kónya Endrének, mert mindenki csak K. Endrének írja le, nem tudom, hogy miért, de ugye Kónya Endrének a szülői háza előtt. Láttam is az édesanyjedben, de ahogy megkérdeztem, hogy itthon van-e a fia, akkor inkább bement. És nem egy falusi megjegyezte, képzeljétek el, hogy annak idején az Endre, ugye a édesapja az egy nagy köztiszteletnek körvendő ember volt itt a faluba, sportcsarnokot is róla nevezték el. Annak idején azért ment el olyan gyorsan innen Zaboláról, mert besugó volt. Tehát többen megjegyezték itt a falubeliek. Szomorú. Tessék kijönni nyugodtan, Eugénia néni, hogyha a hátvét. Jó, azt hittem, hogy ide eljött a egész kerítésig. Szegény néninek nem a legjobb 85 évesen, gondolom, hogy ezek derülnek ki a fiáról. Egyébként nagy barátok a Mikes kastély tulajdonosaival, akik... Elnézést, csak a főút mellett vagyok, az jönnek-mennek az autók, akik meg ugye jó barátok, ugye Lévai Anikóval, meg Novák Katalinnal, és ugye rajtuk keresztül. Hát meg természetesen a Balogh Zoltánon keresztül ugye kapta a kegyelmet. Na most ugye a Kónya Endrének nem volt gyermeke, és ugye így felesége van, de gyermekük nem született, nem tudja, hogy miért. Lehet, hogy ugye a nagy besugóság ugye annak idején, tehát ezt a faluban hallottam, nem egy embertől. Ezt ugye 31 néhány év távlatában nehéz ezt bizonyítani. Én csak azt mondtam, amit hallottam. De az egyik idősebb úr az eléggé föl volt háborodva, és hát szinte majdnem köpött egyet. Más részről egyébként meg nagy tiszteletnek örvend a család itt Zabolán. De én azt mondom, hogy a édesapja tiszteletével, becsületével nem szabadna takarózni. És itt a helyiek, a zabolaiak is, az egyszerű embereknek is mérlegelniük kellene azt, hogy kit engednek vissza maguk közé. Na, menjünk tovább! Nos, eljöttem ide a Zabolára, a Mikes kastély elé, ahol ugye a tulajdonosok, jó barátai, Lévai Anikónak, ugye Orbán Viktor felesége, és hát Novák Katalin is megfordult itt. És hát annyira jó barátok, hogy 2017-ben kaptak egyszer 481 millió forintot, utána 219 millió forintot, utána 131 millió forintot, aztán még 43,8 millió forintot támogatásként. Hát mindig úgy mondják, hogy a magyar államtól, a magyar adófizetőktől. És ugye el lett készítve ez a... Visszakapták ugye annak idején, ugye el lett véve a rendszerváltáskor 49-ben ugye ez a kastély, aztán visszakapták, és meg ugye ez a rengeteg támogatás, ugye aztán az az igazság, hogy az itt dolgozó emberek egy kanyi fillérrel nem keresnek többet. Minimál bérre vannak bejelentve, holott ez egy luxus szálló, ahol
Hát van, amikor 2000 lej fölött is, tehát egy éjszaka 100-150 ezer forintba is kerül. Tehát ugye a Kónya Endrének, Kónya Endre édesanyja jó barátságban van ugye a kastély tulajdonosaival. Pontosan honnan indult el ez az egész kegyelmi sztori? Szerintem ennek a kastélynak is van köze valamilyen szinten hozzá, mert ugye, mint mondtam is, a Kónya Endre édesanyja, hogy is hívják az édesanyját, elnézést, puskázok, Eugénia, Kónya Eugénia, jó baráti viszonyban van ugye a kastély tulajdonosaival, a édesapja ugye meg köztisztelet, neki örvendett itt Zabolán, egyszerű a képlet. Nos, én erre mindig azt mondom, hogy ha nem lenne itt ez a kastély, vagy nem csinálták volna, akkor meg mindenkinek akár kétszer ekkora háza lehetne itt Zabolán, és az ilyen gazdag emberek luxus igényei élik fel az emberiség jövőjét, mint például Novák Katalinnak ugye 70 millió forintért kellett zongorát vennie. Na de menjünk tovább. Nos, itt vagyok Zabolán a sportcsarnok előtt. Ez egy kis 2000-es Kovászna megyei székely falucska. Ugye a Kónya Endrének az édesapjáról nevezték el a sportcsarnokot. Hát el tudjátok képzelni, hogy milyen köztiszteletnek örvendett itt a faluba. Magáról az Endréről is csak azt hallottam, hogy mindenki úgymond tiszteli, becsüli. Gondolom kevesen tudják, hogy annak idején ugye azért menekült Magyarországra, mert ugye a Securitate besúgó volt. Nos, ha már megérkeztünk ide Zabolára, egy kis rövid történetet szeretnék elmesélni nektek, ami egy nagy szalontán a Böjte Csaba által üzemeltetett gyermekvédelmi központba történt, és utána megfolytatjuk itt a körútunkat Zabolán. Tartsatok vele majd a YouTube csatornámon, osszátok meg a közösségi felületeteken, és iratkozzatok is ide fel hozzám, mert nem ilyen riportokat szoktam készíteni, hogy csak én szereplek, hát sajnos az abolaiak nem akartak megszólalni, de vagy 40 emberrel biztos beszéltem itt a faluba, hanem igyekszem bemutatni Erdély gyönyörű tájait, de nekem is hangsúlyozom, nem csak ezek a gyönyörű hegyek, völgyek, vízesések, gyönyörű természeti látnivalók fontosak itt Erdélyben meg a földünkön, hanem a gyermekeink, nekem három is van, úgyhogy tudom, miről szól. Nos, mielőtt valaki elkezdene kritizálni, pár fotót teszek fel, és megmutatom igazából, hogy ki is vagyok én. A 2010-es évek elején rengeteg adományt vittem Nagy Szalontára, a Szent Antal gyermekotthonba, ugye ez Böjte Csaba üzemeltette. És ezeket az adományokat a nyugaton élő magyarok gyűjtötték össze, én ugye elvittem Nagy Szalontára. Sőt, olyat is megcsináltam, hogy egy kis buszomat elküldtem sofőrrel ide Nagy Szalontára, fölvittem a gyerekeket Budapestre, és olyan személyek jöttek nekem segíteni, ugye, hogy minél sikeresebb legyen a adománygyűjtés, mint Tallos Rita, Gergely Róbert, vagy Rudolf Péter is eljött a feleségével. Erre én a Szent Antal gyermekvédelmi központ vezetőjétől azt kaptam, hogy koldulni vittem fel a gyerekeket. Na most, hát Rudolf Péter is segített nekem koldulni. Ez volt az a pillanat, amikor úgy láttam, hogy nincs értelme egy egyszerű emberként folytatni tovább ezt a tevékenységet. Nos, tehát itt a zabolaiaknak üzenném azt, hogy azért, amit tett ez a Kónya Endre ugye Magyarországon, nem ők a hibásak. Nem kell szégyelni, mert nem ti neveltétek itt fel. Azért, hogy olyan ember lett, amilyen, arról maximum a szülei tehetnek. Pont az, akit annyira tiszteltek. Ugye a szüleik ráadásul
kastély tulajdonosaival is nagyon jóba vannak, akik meg a magyar adófizetők pénzéből valósították meg azt a luxus kastélyt, ahova ti maximum csak úgy tudjátok betenni a lábatokat, ha sikamikáltok, vagy kertészkedtek, vagy mit tudom én, mit csináltok. Értitek? Tehát el kellene kicsit gondolkodni, és én nem azt mondom, hogy most ne engedjétek be a faluba, vagy de meg kellene jegyezni, hogy van egy olyan ember itt a faluba, akinek az édesapja példás életet élt, aztán francse tudja, még ezt is kétségbe vonom, ha ilyen gyermekük lett. Valahonnan kellett látni ezt a példát. Lehet, hogy aztán kiderül pár év múlva, hogy itt Zabolán is piszkál gyerekeket, csak szégyellik. Tehát most lehet választani, most dugd a fejed a homokba és szégyenkezz más helyet, vagy állj fel egyenes gerincel, székelyek vagytok. Tehát szerintem a gerinc az fontosabb, mint a homok. Nos, azóta hazaérkeztem, megszerkesztettem ezt a filmet, amit eddig láttatok, de úgy sokat gondolkodtam, hogy rengeteg dolog hiányzik ebből a filmből, amiről ugye én se beszéltem, meg senki se beszélt. Tehát összegezve, a zabolaiak nagyon sokan nem tudnak róla, nem tudják a teljes sztorit. Nyilván ez azért van, mert ugye a Demeter Szilárd féle erdélyi médiatér csak ugye a pozitív dolgokat mondja el, ami Magyarországon a jelenleg kormányzó pártról hallani lehet. Valószínű ez ezért van. Nagyon-nagyon sokan ugye tisztelettel beszélnek ugye az egész Kónya családról, de ugye mivel közel 30 évet élt a fiúk Magyarországon, hát abból nem biztos, hogy 30 év az rengeteg idő, azóta annyi idő alatt rengeteget változhat az ember. Most ugye ez a Kónya Endre mondta is, hogy visszaköltözik Zabolára, mert csalódott Magyarországban. Aztán, hogy a feleségével vagy anélkül fog visszaköltözni, azt már nem tudom. Lehet, hogy már itt van Zabolán. Lényeg az, hogy ugye például, hát szerintem lehet, hogy fog menni a Mikes kastélyba, azt ott pesgőzgette, hát szarik bele a nagyvilágba. Hír lesz egy darabig, hírértéke lesz ennek a szégyenletes ügynek, utána lehet, hogy mindenki elfelejti. Remélem a zabolaiak nem fogják elfelejteni, hogy milyen ember él közöttük, aki pedofilokat támogat. Aztán lehet, hogy ő is az. Még azt is el tudnám képzelni. Akik meg lemondtak, ugye például Novák Katalin, figyeljetek, élete végig kap 4,5 millió forintot, meg egy fel tudja hány 100 négyzetméteres házat, mint a Schmidt Pál is. Az is, ne felejtsétek el, az is lemondott egy botrány miatt. Valahogy a kormányzó pártnak nem sikerül normális embereket oda találni. A Szájer mit csinál? Szerintem azt se kell félteni, az is él, mint hal a vízben. Ugye 4,5 millió forint, meg még havonta, és meg ugye apartman, feltartott irodát, akár három asszisztenssel, szolgálati kocsi, egy darabig ez hír lesz. Na most én is úgy gondolom, hogy mivel lassan már 60 ezer feliratkozón van, valamilyen szinten én is influencer vagyok, és akik ott voltak ugye Budapesten, ha már ugye nincsenek olyan, nincs egy normális párt se, ami mögé be lehet sorakozni, akkor mi tegyünk valamit. Hát próbáljunk fényt deríteni az igazságra. És ez úgy gondolom mindenkit érinthet, aki normális, egészséges ember, gyermekei vannak, rokonai vannak, vagy gyermekek vannak a családjában, mert a gyermekeink a jövő. Nem az, hogy jövő héten vagy azután való héten kire szavazunk, mert a politikusok sajnos tök mindegy, legyen az Gyurcsány vagy Orbán, egyfolyma, egy kaptafa. A hatalom és a pénz. És ezeknek a strómanjai, ezek a legundorítóbb emberfajták. És kérdem én, itt Zabolán és ez a
Mikes Kastély, mire kaptak 1 milliárd forintot? Komolyan, könyörgöm, mire? Mire adott a Bethlen Gábor alap annyit, mint rengeteg erdélyinek szórta széjjel a milliárdokat? Ez Magyarországon is föl lehetett volna használni, vagy itt tényleg a magyarság megőrzésért kellene küzdeni, de nem ott kezdődik az, hogy megmarad a magyarsághoz, hogy kap a Kastély tulajdonosai 1 milliárd forintot, és szarérhúgyért dolgoztatja az embereket. Nem úgy fog megmaradni a magyarság. Ezen itt helybe zabolán is el kellene gondolkodni. Nos, hát ez egy picit más riport, vagy más film volt, mint amelyet föl szoktam tölteni. Bízom benne, hogy azért elfogadjátok, amit én mondok. Nézzetek utána a neten, ne ítéljetek első hallásra, ne így nézzetek, ne narancsködbe nézzetek, hanem tekintsetek szét a nagyvilágunkba, és nézzétek, hogy mi van. Hát szerintem a Földünk elég nagy szarba van. És ez csak egy kis botrány, ez egy cseppecske a te hatalmas óceánban, nem is tengerbe. Sziasztok!